Most hát akkor sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Dunajvárosi Fertelei Waldorfiskolában. Ugye ez a Mikkel Szellemi Műhely által is szervezett kurzus. És hát nagyon sokat gondolkodtam, hogy most mit fog mondani, és megmondani, hogy mégis azt szeretném, hogy őt kérdessem. Ugye egyszer Pécsen ez a megtörtént, és igen, bajlódtam azzal, hogy most mit mondjak igazából róla, mert hát azért ez nem elméletlenül szóltak másnak, hogy valamiért ez nem akart menni, ez a fölvezetés. És hát én azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb az, amit tényleg azok, én is gondolok erről. Tehát, hogy számomra Pistei Zsuzsa az a keresztény szellem tanítója, egy hiteles tanítója. És azt gondolom, hogy ha ezt mondom, akkor ez nem kevés, nem sok, nem sértő, nem egyben semmi olyan dolog, ami nem lenne igaz. És hát, hogyha ezt komolyan veszük, akkor tudjuk, hogy ez a három szó két nap, amint elindul, akkor jó kezekben lesz. És hát nagyon bízom benne, hogy ez a három szó két nap tényleg végig tud menni, tehát hogy majd a következő két végig is sikerülni fognak. Úgyhogy szerintem igazából csak ennyit szerettem volna a legelején, hogy azért egy ilyen 20 éves kapcsolat, ami közöttünk van, tehát ez az ispánki élet, amit ott mi is egy tizenvalány évig jártunk a feleségemmel, tehát számunkra, meg gondolom néhány dunajvárosinak is, és akik vannak, biztos mindenkinek nagy öröm, hogy eljött hozzánk. Úgyhogy ilyen szavakkal szeretnék elétek ajánlani, és köszönöm szépen, hogy elvállalt ezt a munkát. Köszönöm. Megtiszteltük is. Köszönöm, hogy itt lehetek. Mindig öröm, ha valahová hívnak. Hivatlanul Leligen megyek. Ez a jövő lesz a 30. év, hogy hivatalban hazajöttem, akkor nem hívott senki. És azóta dolgozom itt Magyarországon. Az első kérdésem az lenne, hogy ki az, aki először találkozik velem? Ez most mit jelent? Hát igen, és meg nem is. Jó. És ki az, aki először találkozik a szellemtudománnyal? Ó, hát akkor itthon vagyok. Mindig nagyon fontos elhelyezni térben és időben, amikor létrejön egy ilyen találkozás. Ez talán része annak a tájékozódási módnak, amit üdvös megtanulunk a szellemtudománnyal foglalkozunk. A ki, miért van itt, honnan jött, milyen várakozással ül itt. Ezek mind fontos kérdések, de ezeket most nem fogjuk megtárgyalni, mert akkor nem tudunk belefogni a anyagba. Viszont később, mivel nekem is vannak kérdéseim hozzátok, majd a válaszokból sok mindenre fényderül. Tehát elhatároztam, hogy, és ez nem egy friss elhatározás, hanem körülbelül hát olyan 3 éves lehet, hogy másképp kell tekinteni ezeket a találkozókat, és azt, ami elhangzik, mint a 90-es évek munkáját. Amikor én hazajöttem, két másik kontinensen éltem, ezt tudjátok, akkor itt részben egy vákumot találtam, tehát egy hiányt, ami nekem megfelelt a kezdéshez. Részben megtaláltam egy ilyen metafizikai részegség, boldogságot, hogy végre van valami. Ha emlékeztek a 90-es évekre, hogy milyen könnyűnek tűnt minden, igaz? És milyen mámoros volt. Úgy jártunk, úgy találkoztunk ispánkon, hogy többnyire a legnagyobb jó szándékkal is ispánk egy aféle töltőállomás volt. Akkor az ember lelkileg úgy töltődött bizonyos tartalmakkal, utána elvonult, és mit csinált? Mit csinált, amikor vége volt egy ilyen találkozásnak? Emésztettem a dolgot. Aha. Jó. És amit megemésztett? Beépítettük a mindennapokba az életünkre. Tényleg? Próbálkoztunk. Ikább az a Tófi. Igen, tehát amit Marika most elmondott, az ami lehetett volna.
És egy kicsit azt is át kell tekintenünk, ami lett. És hogy a kettő között egyre nagyobb a feszültség és a hiány. Milyen áramlatokat kell nekem és nektek ma összekapcsolni? Az esztendő pontja az időben, átlépünk holnap a decemberben. Egy esztendeje jártam itt, akkor december 13-án. Dodi ide csalt, a tavaly megjelent könyvünkkel, az arkangyali parafrázisokkal. Ez a könyv kifejezetten azért íródott, nagy nyilvánosan elhangzott, és ezáltal elkezdett terjedni az éterben egy olyan mondat, hogy a korszellem mellettünk áll és győzni fogunk. Amikor én ezt meghallottam, akkor tényleg óriási örömet éreztem. Az már kevésbé tetszett, hogy a mondat megjelent, és utána sehol semmi. Tehát úgy megjelent a világéterben. Nem tudom, hogy valaki észrevette ezt a mondatot. Jól hangzik, persze biztos van egy korszellem, mellettünk áll, mennek a dolgok. A valóság nem ilyen. A mondat mögött hatalmas szellemi tartalmak rejtőznek, és ha az ember kimond egy ilyen mondatot, és nem teszi hozzá a tartalmakat, még csak azt sem mondanám, hogy rögtön az életével, de ha már beszél, akkor, ahogy a magyar ember mondja, ha az át kimondja, mondja már valami bét is. Ez nem hangzott el. Talán a 90-es években elhangozhatott volna, de akkor kimerészett beszélni korszellemről. Még nem voltunk olyan állapotban. Akkor örültünk, hogyha az ezotérikus vattacukorban mászkálva valamit megtudtunk arról, hogy az ember nem csak csont, hús, vér, évek, hanem valójában egy magas égi lény, aki átmeneti időre bizonyos célok érdekében újra és újra megjelenik a Földön, magára veszi ezt a szkafandert, a teremtés rendjén belül vállal egy szerepet, amely szerepnek a végrehajtása, minősége meghatározza az egész kozmosz sorsát. Ugye ezt 90-es években kimondani, az azt jelentette volna, hogy soha többé senki nem jön el a következő előadásra. Az ember óvatos volt. Mit ígértek a 90-es években? Nyugalmat. A lélek végre megnyugszik. Olyan tépettek voltunk, olyan várakozók. De jöttek ezek a csodás mondatok, hogy az emberben lakik egy isteni lény. De hát akkor minden rendben van, nem? Persze. Az elmédnek is oda hatalma van. A gyógyító erők benned vannak. Az, hogy meg betegszel, kit érdekel, ha egyszer benned vannak a gyógyító erők. De hogy miért jönnek a betegségek, az kevésbé érdekel bennünket. Igaz? Tehát ez egy út volt, amit be kellett járni. Időközben azonban a metafizikai kityókásságnak vége lett, de miért? Azért, mert a világ elég rapid módon egy olyan sötétség felé gyalogolt, és gyalogol ma is, amit a legjobb esetben is csak humorral lehet elviselni. Ezt általában a köznyelv úgy szokta megfogalmazni, hogy talán ennél lejjebb már nincs. De van. A szellem nem ismer határokat, semmilyen irányban. Amikor Marika azt mondta, hogy meghallgatták, és beépítették a lényébe. Valahogy érzékelnünk kell, hogy úgy, ahogy vagyunk itt most, a legjobb jó szándékkal és tudásvággyal eltöltve, kőmaterialisták vagyunk mindegyikünk, mindenki. Mindenki, és ezt nem a testi felépítésre értem. Nem tehetünk róla. A kor ezt követelte tőlünk, hogy ebből a materialista állapotból kezdjünk átsingozni a szellem felé. Tehát ezt nem lehet kilőni néhány tanfolyammal, hanem valami történik bennünk, elindul egy folyamat, de hogy az a folyamat mivé válik, az nem a befogadott tartalmaktól függ, hanem mitől. Hogy aki befogadta, milyen képességekkel rendelkezik arra nézve, hogy ezeket a tartalmakat megragadja, gondozza, mint egy növényt.
és magában újra és újra türelmesen, soha nem könnyen, ami könnyen nem működik, élettel telítse, ami végül lesz belőle egy olyan impulzus, amiből már cselekedni tud. Tehát ez a belső misztérium, ezt úgy sokszor félretettük, hogy nekem már Steiner is megvolt. Tényleg? Tényleg? Ha körülnézünk azon a terepen, amit a 90-es évektől itt Közép-Európa kapott, akkor gyertyalángokat látunk, fényességes, lobogó lángokat. És aztán van egy villám. Ez dr. Steiner. Most ha összehasonlítod a gyertyalángokat a villámmal, akkor mindjárt megérzed a különbséget. De abban a pillanatban azt is megérted, hogy micsoda ajándékot kap az az individuum, nem a csoport, nem a klub, nem a cvei és nem a társaság, hanem az individuum, aki találkozhat ezzel a villámmal. De mi lesz vele? Hát villámsújtott lesz. Ugye? Sajnálom, de ez a helyzet. Ugye átéltetek, nem egy ilyen állapotot. És ezt nem csak, hogy ki kell bírni, hanem ezt az erőt kell úgy megragadni, hogy ne pusztítson bennem, hanem felépítsen. Ugyanis az enyém, és ami ebben a korban megjelent, minden egyes individuum életében törvényszerűen jelent meg, nem a szomszédéban, hanem a tiédben, mert sorsa ezt megengedte. Most ezek azok a felismerések, amik ritkán maradnak életben az ember gondolataiban. És ezért mondtam, hogy kőmaterialisták vagyunk, mert megszerzett valaminek tekintjük a szellemi összefüggéseket. És ezért nem tudnak igazán bennünk életre kelni. Igen, hát ezt már tudom. Azt mondtam, hogy tegyük térben és időben a helyére ezt a mai találkozást. Hát egy esztendővel ezelőtt voltam itt, és Mikhailról beszéltünk, a kor vezérlő arkangyaláról. Ebben a korban az arkangyalok nem divatosak. A mai ember simán, minden különösebb erőfeszítés nélkül elfogadja, hogy egy körönnyi csippen rajta van a Széchenyi könyvtár teljes anyaga. Ezzel senkinek nincs baja. Ez anyagi valóság? Nem. Nem lehet az. Akkor mi bajunk van az arkangyalokkal? Tudomásul veszük, hogy állandó kozmikus sugárzásban élünk. Hogy neutrinók 10 milliárdjai haladnak át éppen most az én testemen, meg a tiéteken is, jönnek a kozmoszból, és haladnak tovább, nincs előttük akadály. Ez senkit nem zavar. Ez így jól van. Az, hogy fogalmunk nincs, hogy ez mi, az is jól van. És ez egy napon megváltozik. Mert ezek semleges részecskék. De mi van, ha egyszer csak nem lesznek semlegesek? Ugye, ez a materialista gondolkodás. Igen, ezt nem látom, nem érzékelem. Bizonyos emberek kiszámították, hogy ez van, ezt el tudom fogadni. Tessék mondani, akkor az arkangyali energiát miért nem lehet elfogadni? Ennek van egy titka. Miért nem lehet? Miért nem lehet? Azért, mert a 21. század emberében, minden egyes individuumban, több százezer évnyi szellemi emlékezés él a tudat mélyén. Mi pontosan tudjuk, hogy kik az arkangyalok. De eszünk ágába sincs elővenni. Na, ez a materializmus. Amit vállalnunk kellett, és idáig kellett jutnunk, és akkor mire ide eljutunk, akkor megkapjuk a feladatot, hogy na most akkor elő az arkangyalokkal. Ugye? Tehát ebből a szempontból ez a kor, ez elbírhatatlan és csodálatos. És végtelen tiszteletet mutat az emberi lény irányában. Jó, akkor nézzük csak ezt a ritmust, hogy december. Az esztendő körében mi a december? Itt egy Valdez iskolában szaladgálok itt föl alá, tessék. Hát ez az. Na, én nem csak én fogok itt ma dolgozni, azt már előre megvan. Mert nem 93-at írunk. Tehát igen, de mire várunk? Minden évben ugyanarra, igaz? Na de ha minden évben ugyanarra várunk, akkor történik valami szellemileg? Persze, hogy történik. Miért pedig? Változás. Aha, milyen? Hát akár bennem is.
Akár. Hát most más nevében nem beszéltek. Tehát évről évre ugyanazt, és minden jött, de... De nem lehet ugyanazt is. Hát nem, így van. Tegnap idéztem, Lacival jöttünk ezen a jó hosszú úton Ispánktól ide, és eszembe jutott Makovecnek egy mondása. Ugye Makovec nagyon szerette Ispánkot. És 14 éven át azért, amikor ide engedte, eljött, épített házakat, utoljára még rajzolt nekünk egy épületet, aminek a megvalósítása most indul majd. Talán az égiek úgy rendelik, hogy a következő évben ez megjelenhet. Ez egy történelmi panteon lesz. És Imre mindig felhívta a figyelmünket arra, hogy milyen ősi tájban vagyunk, hogy micsoda éteri geográfiája van az őrségnek, és nem csak annak a felének, ahol mi élünk, mert az őrség egy egység, csak Trianon óta ugye ketté van vágva, és egy része átkerült Ausztriába. De szellemileg nem lehet határokat emelni, szellemileg nem lehet ketté vágni területeket, csak fizikailag. És hogy ezek a 4-5 ezer éves misztérium hagyományok, történések éteri vésetei a világéterben, mennyire ott vannak ma is? Tehát mi a szellem jelenlétnek a jellemzője? Egyrészt az állandóság, másrészt az állandóságban a folytonos változás. Nesze neked paradox. De hát van-e annál nagyobb paradox? Mint hogy az ember elhatározza magáról, és le is doktorálhat belőle, hogy az ember alapvetően fizikai, földi lény, akinek organikus alapon lehetnek lelki megnyilvánulásai. És amint az organikus alap megszűnik, akkor fújtak a léleknek, és minden egyébnek, amit így elfantáziálunk magunkról. Ugye? Ez egy nagy paradox. És a másik oldalon ott van, hogy az ember sosem volt, és sosem lesz fizikai lény. Pusztán fizikai testet ölt magára, mint szellemlény, hogy végrehajtson egy fejlődési feladatot, az univerzum sorsában meghatározó feladatot. Tehát a kettő között feszül az a paradox. Tehát tele vagyunk paradoxokkal. Igen, a szellem egyszerre állandó és állandóan változó. Lehet ez együtt? Lehet. Lehet. Sőt, ami él, az változik. Hát nézzetek meg. Hát hogy nézünk ki? Igen? 30 évvel ezelőtt és most. Tehát ha az ember nem változik, akkor nem él. És az Imrének volt egy olyan mondása, valakit idézett, de nem tudtunk rájönni, hogy kit. Laci talán lenyomozza, hogy az univerzum olyan, mint egy óriási könyvtár. Az embernek megengedi a sorsa, hogy belépjen a kozmoszba, akkor tegyük úgy, hogy könyveket lát hosszú sorokban, hatalmas polcokon. És odalép egy könyvhöz, kiveszi, felnyitja, és elolvas belőle egy oldalt. És utána újra elhagyja a szellemi kozmoszt, mert ma még nem tudunk tartósan csak szellemben tartózkodni. Nem engedi a test. És aztán újra, idő után megint úgy alakulnak a körülményei, hogy állapotában, tudatában fel tud emelkedni a kozmoszra, odalép ugyanaz a polchoz, leveszi ugyanazt a könyvet, és kinyitja ugyanazon az oldalon. És már más szöveg van rajta. Na ez a szellem. Ez a jellemzője a szellemnek. A szellem állandóan, elevenen változik. És ennek a szellemnek a védnöke, és ebben a kritikus korszakban, amikor az emberi tudat végre leterhelve az intellektualitással, teljes mértékben alávetve magát a fizikai káprázatoknak, eljut arra a pontra, hogy kontemplálhatja a szellem valóságát, eredetét, forrás jelenlétét, és ennek a folyamatnak a védnöke Mikhael. Az az arkangyal, aki a teremtés kezdetétől velünk van. 7 arkangyal őrködik az emberi történelmi, kulturális folyamatok fölött, és azért nehéz ezt így kifejezni, mert a mai ember erre rögtön felkapja a fejét, hogy mi az, hogy vezetnek. Hát de én szabad vagyok. Mi ez a szabadság? Illetve mi ez a szabadság vágy? Hol keressük ma a szabadságunkat? Fizikai sík. Aha, igen. Anyagi biztonság.
Például. És úgy gondolom, hogy a szabadság azt jelenti, hogy azt teszek, amit akar. Igaz? De hát ez nem szabadság. Tegnap megérkeztünk ebbe a nagyon kultúrált hotelbe, ahol lakunk. Tényleg nagyon. Nincs panasz. Mondjuk a szobák ilyen doboz méretűek. És semmit se lehet nyitni, csak kártyával meg kulta. De nagyon modern. És akkor mi ispánkiak beszálltunk a liftbe, és nyomkodjuk a gombot. Semmi nem történik. Egyszer szint vált, aztán ugyanúgy állunk a liftbe, nem történik sem. Ja, kérem, de hát a kártyából kell nyomni, ahhoz, hogy a gomb aktiválódjon. Hát miféle szabadság ez? Hova vagyunk mi szabadok? Aztán volt még egy-két ilyen eset, csak a szobában. Lacinál égett egy lámpa, amit érintésre meg lehet együtt, mert már nem alszik ki. Mert a kapcsoló az viszont valahol a elrejtve. Ez milyen szabadság? Mire megy ki a játék ebben a magasan kényelmes technizált korban? Hogy időnként olyan hülyének érezd magad, és olyan kiszolgáltatodnak, de tényleg az ember ostobán kész magát. És ez egy kalkulált helyzet, higgyétek el nekem. Hogy ott állsz egy kártyával, na most, ha azt nem teszed ide, vagy nyomod oda, semmit nem kapsz, és semmit nem tudsz tenni. Hát ez egyre nagyobb szabadság, ugye? Tehát az ember iszonyatos módon benyelte a kornak az egyik legsikamlósabb hazugságát, hogy minél kényelmesebb, gyorsabb valami, annál szabadabbá válik az ember a cselekvésre. Ez nettó valótlanság. Tehát akkor decemberben hova küldi az ember? Hangsúlyozom, hogy ez a kor. Hova küld az advent bennünket? Jó érzékkel, az egész úgy kezdődik, hogy fekete péntek. Fekete péntek. Hogy kinek fekete és miért az úgy kifejtve? Igen? Hát elég fekete, nem is arról van szó, csak másképp, mint ahogy mi gondoljuk. Ez amerikai találmány, és én megéltem már Amerikában is ilyen bizonyos napokat, amikor a civilizált ember, mint a neandervölgyi, ahogy meglátja a pulton a felhalmozott áll, és nekirodik, szerintem is bunkója. És neki ront, és egy pillanat alatt a zsákmány szerző főemlős ott van. Komolyan. De ugyanezt megtapasztaltam tengeri hajókon, amikor kora reggel megterítik azokat a 30 méteres asztalokat, minden jó, valami a világban létezik. És az úri közönség belép, és így odarohan. Hihetetlenek vagyunk. Tehát sikerült bizonyos értelemben beváltanunk azt a furcsa proféciát, hogy az ember voltaképpen egy zsákmányszerző főemlős, és tudunk úgy viselkedni. Na, ez a legnagyobb paradicsom. Tehát a december a várakozás. De tekintsünk el, ugye közhely, már majdnem közhely. Igen, van karácsony. Tudunk, mi van a karácsonyról? Nem. Nem. Az egy ünnep, amit jobb helyeken október végén elkezdenek pengetni, bizonyos okokból, és akkor, amikor az a 3-4 nap letelik, akkor megint kezdődik a rohanás, mert a megszerzett javakat átcserik valami másra. Tehát van egy ilyen áramlás, a szerzés, és a felismerés, hogy mégsem ezt akartam. Akkor szerzek valami mást. És már az ünnepben ott van ez a vonás. Aztán jön a tavasz. Jön a húsvét. Mit csinál a húsvétkor? Tojást festünk, locsolunk. Tehát megjelenik egy-egy ponton a régi misztérium. Azt már meg se kérdezem, hogy mit csinál a pünköstkor. De ez egy semmit. János akkor, hát, már aki, Szent Mihály, felejtsük el, és akkor megint benne vagyunk átvenve. De ha így megnézem az esztendőt, mi ez az esztendő? Krisztus biográfiája.
ha őt, akit állítólag a tudomány még nem sikerült megbizonyítani, hogy valóban élt egy olyan ember, aki a Jézus Krisztus nevet viselte, ha ezeket az időpontokat kivennénk az esztendőből, semmi nem maradna. Igaz? Semmi. És az ember mégis így mozog az esztendő évkörében, hogy mely ünnepről ünnepe, és megelégszik azzal, amit ez a mai kor mond neki ezekről az ünnepekről. Igen, csak hogy nagyon sokszor beszéltünk már erről, az emberi tudat sok-sok tízezer évi fejlődésen keresztül menne, döntő változáson ment keresztül, vagy 500 évvel ezelőtt. És az az okos, anyagi valóság iránt végtelen tehetséges és felfogóképes intellektus egyszer csak elkezdett érdeklődni nem anyagi dolgok iránt. Persze módjával az ember bizonyos szempontból emlékezni kezdett. Keresni kezdte a forrásokat. Ezt úgy mondjuk, hogy a metafizikai érzékenység felébredt. De hát az előbb beszéltünk erről, hogy ez a metafizikai érzékenység mindig is bennünk volt. Csak sikerült elaltatni. Részben a kor parancsára, és talán a kozmológia erre választott, hogy miért volt erre szükség. Miért kellett ezt eltitkolni önmagunk elől is. És mi az értelme a mostani lelepleződésnek. De végül is az ember a szellemi világ felé fordult. És akkor történtek események, főleg az 19. század második negyedétől, ugye a század közepétől. És azóta egyfolytában peregnek a dolgok, csak hogy kialakult egy óriási nagy kétosztatúság, egy polarizáció. Tehát erősödik a tudomány, erősödik a technológia, erősödik az emberekben a szellemi észlelés utáni vágy, és talán erősödik a valóság megismerése utáni vágy. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy soha még ennyire polarizált életünk nem volt. Tehát ami az emberben belül zajlik, sejtések, gondolatok, álmok, és ami kívülről körülveszi, az annyira összhangban megpróbálja eltakarni előle a valóságot. És mielőtt feljajdulnánk, hogy jaj, de hát én nem ezt a kort akartam, és sokkal jobban érezném magam Leonardo korában, vagy a vikinget idején, az emberek, de akkor még volt valami hajlam a szemem felé. Nem, te ezt a kort választottad. Hogy a vikingek között masíroztál-e, amikor kirabolták Lindisfarne-t a 8. században, azt én nem tudhatom, de nem is lényeges. Ezt a kort választottad, mindazzal együtt, amit ez a kor tőled követelni fog, és amit kínál érte. Tehát az ember, az az ember, és most konkrét leszek, aki a 20. század és a 21. században Európa közepére határozza el az inkarnálódását, az azért jött, hogy ezt a Mikhail impulzust általános kultúra alappá tegye. Na most, ha ezt megnézzük, akkor azért óvatos az optimizmusunk, nem? 2016-ban, 2015-ben alakult úgy az én életemben, hogy a családom egyik fele Skóciába került. A fiam révén, aki egy Campfield közösségben él és dolgozik, két unokám is ott él, és engem 2016-ban felkértek Edinburgh mellett ebben a Campfieldben, hogy mennék-e a fiataloknak alapfokú antropozófiát tanítani. Hát persze örömmel elvállaltam, de amikor megkérdezték, hogy mivel akarom kezdeni, tehát hogy mit tegyenek a plakátokra, akkor azt kellett mondanom, és ez már nem volt annyira örömteli, hogy a kurzusok vezér motivuma az lesz, hogy a 21. század legjobban őrzött titka. Ez pedig semmi más, mint dr. Rudolf Steiner élete, működése és a szellemtudomány sorsa a modern világban. Tehát mit mondtam ki ezzel? Azt, hogy igen, dr. Steiner élt,
itt hagyott egy szellemi életművet, és a világban alig van nyoma. Nem csak, hogy nem vált meghatározóvá, leginkább elhallgatják. És akkor ki kellett fejteni, hogy milyen perspektívákat kínál ez az állapot, és hogy mi az oka annak, hogy az égvilágon mindenféle spekuláció a világról, a kozmoszról, a civilizációról ott van az asztalon, bőséggel, a szellemtudomány nincs. Mit gondoltok, miért nincs? Ez a munka van. Részben igen. Volt egy francia író, Ernest Renan, aki a 19. század utolsó harmadában írt egy regényt Jézus életéről. A maga tudásával, a maga lelki világából merítve, és persze a környezete hatása alatt, a kor szellemiségének hatása alatt, tisztességes mű bizonyos szellemi határvonalon. Amikor Munkácsi megfestette az első nagy testvényét, Krisztus Pilátus előtt, ez az ember elment, megnézte, és egy fél napig ott állt, és nem tudta levenni a szemét a figuráról, amit Munkácsi festett, és utána oda ment, hát Munkácsi ekkor már világhíró volt, és Párizsban volt a műtermen, és azt kérdezte tőle, hogy mi van a magyar lélekben, amelyik így meg tudta ragadni Jézus Krisztust. Persze Munkács azt mondta, hogy fogalmam sincs, de valami ott van. Na, Renannak volt egy mondása, hogyha le akarod mérni egy eszme értékét és nagyságát, akkor vont ki a világból, és nézd meg, hogy mivé lesz nélküle a világ. Na, így vagyok én a szellemtudományon. Sikerült kivonni a világból. Sajnálom, hogy éppen egy Waldorf iskolában mondtam ezt, de a valóság mégiscsak ez. Igen, itt-ott megjelenik egy könyv, meg van Ispánk, meg van Zweig, meg vannak csoportok, de a világban, az átlagember szintjén ellenállás van. Miért van ellenállás? Miért lehet a legkülönbözőbb, könnyűsülő ezotériákkal szabadon házalni? Miért? Mit gondoltok? Azt közérdekel. Mert ezek az áramlatok igazából megnyugtatják az embert, és nem veszélyeztetik azt a státuszkót, amelyben a materializmus teljhatalma ugye érvényesül. És itt ez a lényeg. A szellemtudomány olyan kihívás, amelyet a mai világ, hogy úgy mondjam, vezető szellemeinek legjobb elkerül. Megint egy paradox. A kor parancsára ez lehetetlen. Nem lehet elkerülni. Tehát akkor kiben fog eldőlni ez a dolog? Bennünk. Az egyéni emberben. Nem a csoportban, nem az intézményben, hanem az individuális emberben. Valamikor, amikor az ember úgy és ez elég ritka, megpróbálja vizualizálni azt, hogy mit jelentene az élet minden területén a szellemtudomány meghatározó megjelenése. Mit meghatározó? Hozzáférhetősége. És akkor meg lehetne úgy fogalmazni, hogy a legjobb állapotok akkor köszöntenének az emberiségre, nem azt mondtam, hogy a legbékésebb, hanem a legjobb, legelőremutatóbb, ha az ember leülhetne a bankárokkal, és mesélhetne nekik Mammonról, pénzistenről. Leülhetne a mezőgazdászokkal, és megbeszélhetné a biodinamikát. Elmondhatná, hogy mi a biodinamika. Leülhetne a szociológusokkal, és beszélne nekik a népszellemekről. Az angol népszellem, a spanyol népszellem, a portugál népszellem, a francia népszellem. És óriási különbségek vannak. Annak tacára, hogy mindent egybe akarunk fasírozni. Sose fog menni, de azért mi próbálkozunk. Vagy a történészekkel leülni, és beszélni nekik Mihály Arkangyalról, a kor vezérlő szelleméről. Leülni az egyháziakkal.
és elmesélni a két Jézus fiú születését az időfordulója előtt. És leülni az orvosokkal és a tanárokkal, és mindent elmondani neki. Ugye ez az álom. Erre rendeltetett a szellemtudomány. Érzitek, ugye, hogy erről van szó. És tulajdonképpen akárhol vagyunk, és akármit teszünk, mint individuum, ezt hordozom magamban. Hogy a világ rendjének a kimenetele, ez az irány. Ez van az embernek adva, hogyha ember akar maradni. De mivel az emberi szabadsága, hogy úgy mondjam, hamvas szavaival élve, meg van engedve a sötét. Ránk van eresztve. És szabad eltűrni, amit művel velünk. Na, egy bizonyos határig. És ebben az utolsó 2-3 évben, sőt, talán visszamegyek 2015-ig, amikor a kezünkbe került Európa szellemtörténete, és amit aztán abban az évben le tudtuk fordítani és kiadni, pont akkor, amikor a következő évben ránk zúdult a félvilág, mint betelepülő, az ember érezte, hogy az eddigi módon, tehát lehet hónapokig, évekig találkozgatni. Föl lehet állítani egy csoportot, és azt mondja, hogy gyere el Ispánkra, és akkor egy év alatt a kozmológiától a karmatanig ilyen beszélgetésekben mindent meg fogsz kapni. És egy év után úgy fogsz állni a világban, hogy bármire nézel, meg lesz rá a szellemi megfelelő a gondolataidban. Na de van erre idő? Hát nem nagyon. És egyáltalán, ha már itt tartunk, változtatna a dolgon, ha az egyetemeken ezt tanítanák? Úgy gondoltuk, ez az ideális? Makovec Imre minden különösebb szívdobogás nélkül a műegyetemistáknak ezt tanította, szintiszta antropozófiát. Ha becibáltak hozzá egy hallgatót, aki azért nem jött be, mert részei, azt mondta, hogy fiam, neked szellemtudományi kell. Neki teljesen mindegy volt, hogy az illető milyen állapot volt, neked ez kell, de ezért vagy itt. Ő, aki 20 évesen a Török Sándor lakásán a zongora alatt kuporogva hallgatta a csoportban Steiner előadásait, amit ilyen halvány másoló papírról olvastak fel, és vigyáztak, hogy ne túl hangosan, mert jött a rendőrség, és elvitték őket. Ahhoz képest tényleg fejlődünk. Tehát az emberiség egy kritikus szakadékhoz érkezett, és egy kritikus küszöbhöz érkezett. És akkor az volt a gondolatom, hogy Nem csináltunk mindent úgy, mint a 90-es évek elején. Ugye arról beszéltünk, hogy a szellem változni akar, más formában akar megjelenni. Még a pillanatonként kap az ember egy impulzust, hogy ez a gyakorlati helyzet, ez az emberi sorshelyzet, ezt vagy azt követelni. Nosza, bár megvan a formula, de itt most nem tudom alkalmazni. Tehát abban a pillanatban mást kell alkalmazni. És akkor merült fel, hogy csináljunk belőle oltóanyagot. Hát tudjátok, mint amit beadnak. Egy adagot kapsz, és aztán elkezd benned dolgozni, ha te is elkezded vele dolgozni. És ebben az esetben nem immunis leszel, hanem szellemileg aktív. És vége a nyugalomnak. Vége mindenféle hamis illúziónak. Harcban leszel, de oly módon leszel harcban, hogy ismered a feleket, ismered a lehetőségeket. Ami történik veled, annak képes vagy az eredetére visszanézni. Tehát a jelenből visszalépsz a múltba. És mivel erre képessé válsz, arra is képessé válsz, hogy előre néz a jövőben, hiszen a múlt a jövőd. A jelenben te kapcsolod össze a kettőt, találkoztatod magadon keresztül. Tehát mi történik? Hát az történik, amire a fiatal Steiner célzott, amikor az első könyvét kiadta 1893-ban a szabadság filozófiát, hogy meg fog változni a gondolkodásod. Másképp fogsz gondolkodni. Na de nincs itt senki, aki ne gondolkodna, igaz? Mindannyian gondolkodunk. Akkor mi a probléma?
Mégis mi? Tessék? Korlátosak a gondolataid. De milyen korlátaid vannak? Hát azt gondolsz, amit akarsz. Van fantáziád. Milyen korlátaid vannak? Na ugye? Hát akkor nem mondd, hogy korlátozva, hanem tudod, hogy mik a korlátaid. Nem. Na ez az. Ez az. Tehát érezzük, hogy valahol, mintha búra alatt lennénk. Pontosan. Pontosan. Ezek nem a sajátjaink legtöbb esetben, ezek a gondolatok. Amikor az ember gyerek, akkor hallja otthon aputól ezt, anyutól azt, és megjegyzi, hogy mennyire mélyen szalad, azt a waldorfosok tudják a legjobban. Az első 7 év, az a szivacskorszak. Ki se tudod védeni. Aztán beülsz az iskolapadba, és mikor vagy jó tanuló? A szóról-szóra visszamondod mások gondolatait, tudod? Tehát megkapod a leckét, és másnap, mivel jó a memóriám, visszamondom, és már is ott az ötös. Ez gondolkodás? Nem. És ezzel elmegyek az egyetemig. Doktorálok. És ez nem megfelelő gondolkodás a mai korban. Ez sematikus, automatikus, fertőzött. A teremtés elintézte, hogy a gondolkodás eleve fertőzött legyen bennem. Ennek oka van, ezt majd meglátjuk. De azt is elintézte, hogy amint arra a pontra jut a tudatom, hogy akárcsak megsejtem, hogy a gondolkodás egy világprincipium, teremtő erő, és azért tudok gondolkodni, mert mérhetetlen hatalmú szellemi erők engem elgondoltak, hogy ilyen legyek, akkor megváltozik a helyzet. De ezzel még nincs a kezemben semmi, csak egy sejtés. És ez a magunk köré teremtett civilizáció mindent elkövet azért, hogy ez a folyamat akadályba ütközzön. Ne tudjuk ezt tovább vinni. Tehát ez a legnagyobb csatánk, hogy tudunk gondolkodni, de érezzük, hogy mégsem. És akkor hogy a csodába lehet illusztrálni azt, hogy másképp is lehet gondolkodni? Mert lehet. A szabadság filozófiáját évente el lehet olvasni, és talán ez az egyetlen olyan könyv, amihez az ember úgy jár vissza, hogy egyszerre érzi a maga elégtelenségét, és az elért át ideál jogosságát, szükségességét, és ott áll, mint két malomkő között, és örlődik. Örlődik. Mert Dr. Steiner olyan szellemi erővel gondolkodott, hogy amit leírt ebben a könyvben, az ott ösvényt vágott, járható ösvényt, kivitelezhető módot mutatott arra, hogy hogy kell dolgozni a gondolkodásommal. Mert a gondolkodás mögött ki áll? Én, de a kicsi énvel. Én a személyiség, aki ki van téve születésétől bizonyos hatásoknak, hozott magával rengeteg mindent, előző évezredekből, amit azért hozott, hogy alapot képezzen a mostani életben, de csak alapot azért, hogy ebből az alapból kiindulva mindent átváltoztasson magában, és mindent megemeljen egy magasabb értelem felé. És ezt az ösvényt ez a fiatal ember, akiről a világ alig tudott valamit akkor, magának kiharcolta. És csak azt írta le, amit ő átélt és megtapasztalt. De itt kezdődik a szellemi tartalmak gondozása. És itt kezdődik annak a vitának a lezárása is, hogy na de ez az egész szellemtudomány, ez valami ördögtől való dolog, mert elveszi az embernek a hitét az isteni erőben és hatalomban. Pont az ellenkezője. A szellemi tapasztalás nem elveszi a hitet, hanem megerősíti. Csak az ember kinő abból a lelki gyerekkorból, ahol tapasztalás nélkül kellett elhinnie, hogy igen, én nagyon magasról érkeztem a Földre, és egyszer megtalálom az utamat visszafelé. Időközben viszont ott van egy intézmény, az egyház, aki megfogja a kezemet, és segít abban, hogy kibírjam ezt a számüzetést. Ennek vége.
És ezért van a harc a szellemtudomány ellen, mert a régedi koroknak megfelelő tudatosságot akarják fenntartani. De nem azért, hogy a szellemi fejlődésüket biztosítsák, hanem mert egy olyan inspiráció alatt állnak az intézmények, amely mai kornak a fő inspirációja, és az igazi szellemi fejlődés doppelgenger lénye, az, hogy csak nyugi, majd mi megmutatjuk az utat. De nem lehet. Az embernek magának kell megtalálnia a maga útját. És itt van, tulajdonképpen itt van a csatatér minden egyes emberi lélekben. És persze elhangzanak a vádak, hogy hitetlenségre, egoizmusra nevel. Sátáni implikációi vannak. Természetesen ebből egy szó sem igaz, de gerjesztheti az emberbe azt, ami nagyon mélyen úgyis bennünk van. És ez megint olyan valami, ami minden emberben ott van. Félünk a szellemtől. Mindenki. Én is. Az, hogy nem érzékelem ezt a félelmet, az életutamban, ha visszanézek, akkor meglátom azokat a tétovázó pillanatokat, amikor nem. És mindenki, ha körülnéz magába, tudja, hogy mélyen ülően a szellem iránti félelem, kételj, sőt, hát bizonyos emberekben az antipátia ott van. Ez az a három bestia, ami most rágja a lélek mélyét. És ezekkel kell megküzdeni. Ezekkel kell megküzdeni. Tehát az ember óhatatlanul egy olyan helyzetben találja magát, amikor úgy tűnik, hogy minden támaszt kihúztak alóla, a régi dolgai nem működnek többé, az új dolgokhoz meg alig mer közeledni, mert ott van a félelem. És nem tudja megnevezni, sőt, azt sem fogja tudni, hogy fél. Valami másnak fogja nevezni. De akkor is fél. És ez a félelem az, ami félreteendő. Mert ez tulajdonképpen nem a szellemi valóságtól való félelem, higgyétek el, hanem a tudás felelősségétől. Mert az ember százszor megéli, hányszor mondták nekem, hát jobban jártam volna, ha nem tudom ezeket. Addig az ember szabadabban élt az életében. Most meg mindent meg kell gondolni, hogy bizonyos értelemben mit tehetek és mit nem. Félünk. Tehát a szellemi tudás felelősséggel jár. Világot formálsz, a jövőt formálod, nem csak a magad sorsát, hanem millió és millió embertársad sorsát és jövőjét. Mert a sorstörvényekben minden ember sorsa be van kötve a többi ember sorsába. Na, ezt aztán végképp. Tehát ez nem megy. Ez nem megy. A mai világ teljes mértékben ketté szakadóban van. És a helyzet az, hogy bár a lehetőség az ébredésre megvan, de nem korlátlan ideig. És ha az emberiség nem tudja magát rászállni, vagy legalábbis az emberiség egy része legalább nem tudja magát rászállni, akkor az a csodálatos fejlődési lehetőség, az át kell, hogy formálódjon. A szellem változni fog. Más utak, más lehetősége. És az embernek át kell élni ezeket a változásokat. És mivel az ember szabadságra van szánva, ahhoz hozzátartozik az igazság is. Mindenki ismeri azt a mondatot, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát az út a bátorság a megközelítéshez. Az igazság a felismeréshez. És az élet pedig az egész folyamat szeretete. Hogy bírom szeretni ezt az egészet, amin átmegyek. És nem cserélném el semmi mással. Tehát nagyjából így lehet tekinteni az ember mai helyzetére. Most akkor tegyük vissza magunkat ebbe a terembe. 2019. november 30-án. És azt mondjuk, hogy oltóanyagot hoztam. Tehát három lépcsőfokban sűrítettem össze, mint azt, amit Ispánkon 30 évig csináltunk. Hát jövőre lesz 30 éve, hogy 1990-ben először Szombathelyen elkezdtem dolgozni. Akkor még nem is volt házom, csak egy telkő. Aztán 91-ben az is megszületett. És a 30 év, hát idén a 29-dik, 29 könyvünk van. Tehát ez a munka megszakítás nélkül folyt. Soha nem volt unalmas, és azt sem mondhatom, hogy bármikor is elértünk egy platót. Soha. Soha. Ez egyre inkább meredek.
egy meredek út. És ez a pihenés nincs semmi és sosem, ez egy napi gyakorlattá vál. De az ember mindig átélte, még a nagyon komoly nehézségek és sötétségek idején, a kételyek idején, az undor idején, hogy hagyjuk ezt az egészet. Nincs értelme erről beszélni. Az ember újra és újra átélte, hogy te kell, muszáj, mert itt vagyok én szabad. Ez az én szabadságom. És mindenkinek meg kell találni az életében azt a gerincet, azt a vonulatot, amire szabadon bólint rá, mert azt mondja, hogy ezt nem akarom vinni a világon. És ettől engem nem lehet eltéríteni, nem lehet lebeszélni, de megakadályozni sem nagyon lehet. Mert az akadályok ugyan jönni fognak, de egyetlen céllal találnak rá az emberre, hogy megerősítsék a saját rálátását és az elhatározását. Tehát minden akadály egy áldás, ahogy minden betegség gyógyulás felé vezet. Akkor is, ha levetem belőle a fizikai testemet. Tehát itt áll az ember és fogadja. Fogadja, lehetetlenül hangzik, fogadja két nap alatt a teremtés történetet. A teremtés szellem történetét. Egy olyan formában, majd meglátjátok. Én ezt a 90-es évek végén elkezdtem Budapesten. De hát a 90-es évek végén elkezdtem én a két Jézus gyerekisztémát. De hát nem lehetett. Nem lehetett. Egyszerűen nem fogadta senki. Tehát meg kell várni azt a helyzetet, azt az általános helyzetet, amíg az ember realizálja, hogy te jó ég, én ebben a jelen életemben idekértem magam Európa közepén, és amit dr. Steiner indikált, hogy Európa közepe misztérium tér. Európa közepe misztérium tér, amennyiben itt az emberiség egy új szellemi kultúrát kell, hogy kifejleszten, az egész emberiség és a szellemi kozmosz javára. Jóságos ég, idekértem én magam? De bizony. De tetted ezt egy olyan állapotban, mielőtt a Földre érkeztél, a meg nem születettség állapotában, amikor a karma eleven áramlatában mindez teljesen logikus volt, és kivihető. Ezért amikor a Földön fogcsikorgatva kérdezed magad, hogy mi a fenének csinálom én ezt, amit sem, akkor az események tükrében, az összefüggéseket felidézve magadban értelmes lesz. Az is, amikor az úthenger megy át rajtad. És a végső, hát a végső verdik mégiscsak az, hogy az ember mindent kibír. De tényleg. Tehát nincs olyan csapás, ami ne azért jönne, hogy megerősítse. Csak én nem vagyok birtokába ennek a felismerésnek. E felé dolgozom. Tehát így lett két napból kozmológia, aztán néhány hét elteltével ugyan ezzel az embercsoporttal karmatan, és végül krisztológia. Mert hiszen semmire sem megyünk. A Golgota misztériumának és Krisztus jelenlegi helyzetének megértése nélkül semmire sem megyünk a világban. Tehát az egész kozmológia értelmét ő hordozza. És ezt próbáltuk ábrákkal, sematikus, majdnem képletszerű ábrákkal bemutatni, mert pontosan tudjuk, hogy mennyire gyötrő ez az egész az intellektusnak. De hát az intellektus már akkor szenved, amikor olvas T-sort a szabadság filozófiájából. Melyiktek nem élte át azt, hogy tökéletesen értem, de képtem vagyok egy szót visszaidézni belőle, ugye? Ez olyan boldogát ez. Mert ez mutatja, hogy az okossággal is semmire sem ész. Mert van egy magasabb értelem benned. És ez a magasabb értelem nem innen nyeri a táplálékot, hanem a lényedből. És ez a magasabb értelem fejlődik. És egyre több mindent megmutat. Nem mindig kellemes. De mindig felajánlja az igazságot. És az ember felébreszti magában az erőt, akkor vállalható. Na, mielőtt belevágunk, képeket is hoztam méghozzá nagyon sokat. És most tényleg elkezdtem ezt úgy kidolgozni, hogy bárhová hívnak az országon belül, ha összejön 20 ember, én oda jövök, és elkezdjük ezt a folyamatot. Utoljára Márokföldön voltam, ez egy kicsike falu,
az Őrségben, és ott az önkormányzat épületében hangzott ez el, most Nagyvárosban. Nem tudom, hol lesz még a következő, de látszik, hogy ez így alkalmas a mai kor helyzetének. Tehát hoztam olyan képet, amik csak látszólag tartoznak össze, de összetartoznak. Tehát elhoztam egy olyan ábrázolást, ami a 15. században, ugye a reneszánsz mesterei voltak az utolsók, akik még a nagy szellemi misztériumok visszhangjában éltek. Tehát tudtak valamit. Ami aztán később, köszönhetően az egyházi politikának, úgy elsikkadt, még a Krisztus történetből is, de a festők megjelenítették. Na most itt ezen a képen például a három hierarchikus szférát látjátok. Jobb időkben, 14.-15. században térképek fölé ez oda volt rakva. Hogy van egyszer a földi világ, és fölötte, ugye, az angyalok, archangyalok, archék, a forma, a mozgás és a bölcsesség urai, és végül a trónok, a kerubok és a szeráfok. De most ez az emberekben élt. A mai emberben nem él. Ezt is sikerült úgy magunk mögé tenni, és most újra elővesszük. De ugyanúgy a krisztológiában majd gyűjtöttem majd 15 képet, Betlehemeket. A középkor nagymesterei soha nem festették meg az istállót az ökröcskével, és a három királyokat az aranyjal tömjénnel. Hanem vagy az egyiket festették meg, és ahol a három király hódol, ott egy karonülő gyerek imádja ölében. Sehol egy árva juhocska, vagy pásztor. Vagy pedig egy újszülöttet látunk. Keleti ábrázolásokon például látunk egy újszülöttet, akit Krisztus, aki még nem inkarnálódott, figyel a szellemvilágból, hogy íme a test, amiben én 33 év múlva be fogok lépni. Ilyen festette. De ez sincs a köztudatban. Tehát a művészet sokszor megőrzött valamit, amit a racionalitás és a tudomány az úgy félretolt, hogy olyan, mert biztos ábrándozott valaki. Tehát azért hoztam ezt a képet. Aztán elhoztam Dr. Steiner szobrából, majd a szobor is előkerül, az egyik figurát, aki nekem nagyon kedves, ez a világhumor. Azért választottam ezt a hierarchikus lényt, látjátok, hogy a kerubok rendjéből való, mert csak szárnyai vannak. Tehát a test az önképpen csak egy szférikus fej, és nem, éppenséggel nem fogja a hasát, de úgy figyeli, hogy igen, hát az emberiséget. De majd lesz ebből valami, na majd csináltok valamit is lesz. Aztán korunk szellete, Davidnek a tavaly előtti alkotása, Mikhail, hogy előlép a kor sötétjéből, mert ez a kor most azért elég sötét. Ahogy David megfesti Dr. Steinert 1909-ben, amikor Steiner tudatilag odafejlődik, mert hiszen ő is végigjárt egy szellemi utat a Földön, nem minden tudat született, és nem is volt minden tudó, amikor elment. 1909-ben állhatott meg a Golgota misztérium előtt, és értette meg ennek a misztériumnak a jelentőségét. És akkor mondta ki először, hogy a Golgota és a Golgota lezajló események az nem a múlt, hanem a jövő. Tehát íme valami, ami 2000 éve játszott le, és messze a jövőben fog megjelenni és alakítani a világban. Már amennyiben megértjük. Ezt pedig azért hoztam, mert 25 év után megpihentettük az Arkánus Szellemi Iskola Alapítványt. Szerintem negyed század bármiből elég. És alapítottunk egy egyesületet 12 emberrel, ez a Philanthropos. Philanthrop, mert ember szerető. És Anthropos az igazi ember, aki ma még láthatatlan, de születőben van bennünk, hát ezt a kettőt így összeraktam, és így lett belőle Philanthropos. És ez a négy oldalas dokumentum, ez beszámol körülbelül arról, hogy mit és milyen irányban akarunk tenni az elkövetkezendő években. David, én most nem sokára megyek hivatás kurciába, ő lesz az, aki az ispánkra tervezett Makovec épület
belső falaira fel fogja festeni az őrség, a teljes őrség szellemtörténetét és fizikai történeti eseményeit. Hoztam egy sorozatot Kaspar Hauser életre, hogy megmutassam, hogy hogyan fest David, hogy egy képen ott van a jelenben zajló esemény, a kép alján mindig ott vannak az ártó akadályozó erők, és fönt pedig a múlt és az éterben, a múltban lezajlott fizikai események éteri jelenléte, amely mindig a várakozást mutatja, hogy mikor tudja az ember befogadni a tudatába, és ezáltal a megértett múltat át tudja vinni a jövőbe. Ezért mondtam azt, hogy a jövőben van a múltunk, de csak általunk tud oda belépni. Tehát így gondoltam, hogy így elsőre keletkezzen beledek egy hangulat. De ugye kicsit belerom csak ebben a hangulatban, visszatérek a gondolkodás elégtelenségére, és ennek jegyében azt szeretném kérni, hogy holnap délig foglalkozzatok két kérdéssel, amit szeretnék föltenni, és utána szeretném a termést így veletek betakarítani. Mindenkinek van írószerszáma papírja, mert hoztam. Az első kérdés az, hogy hogyan bánsz azzal, ami felkelti az érdeklődésedet, ami érdekel. Mi történik azzal, ami érdekel téged? A második kérdés, egy kicsit rázósabb lesz, milyen viszonyban vagy az igazsággal? A kettő egyébként úgy kapcsolódik, de lehet külön is kezelni őket. Azt szeretném kérni, hogy kerüljük a közhelyet, már a válaszban. Ez azt jelenti, hogy itt és most tisztáztuk, hogy az ember sokkal magasabb szinten is képes gondolkodni, mint ahogy gyakorolja. Tehát legyen ebben a munkában egy kis verejték, jó? Mert csak az erőfeszítésen múlik. Mert ami bennem, mint jóra irányuló akarat kivált egy erőfeszítést, az éppen úgy egy energia, mint ahogy a neutrinok jönnek a kozmoszból. Csak ez az energia tőlem eljut a hierarchiához. És válaszul ők megadják a folytatáshoz szükséges erőt. Adott esetben az ideát is. Tehát, hogy ez az együttműködés ne elméleti legyen, mert nincs olyan. Ha én töprengek valamin, akkor velem töpreng az angyal, az inkarnáció kísérő szelleme. Velem érez az arkangyal, és az akarati impulzust mérlegeli az átmi. És ez még csak a harmadik hierarchia. Tehát kezdjük el, hogy úgy mondjam, a fogalmakat konkretizálni. Alkalmazzuk az élethelyzetünkre. És nem baj, ha hülyének néznek. A középkorban is csak az udvari bolond mondhatta ki az igazságot, igaz? Jó, én most szívem szerint megállnék egy pár percre. Akkor köszönöm. Ha neked menni kell, akkor menjél. Úgy szoktam csinálni, hogy ilyenkor egy pár percre megállunk, és akkor egy órakor elmegyünk másfél órára. Ebéd, jobbra-balra, láttam, itt csináltatok egy hatalmas agapét, és akkor fél háromkor folytatjuk a délutáni munkát. Én hoztam egy dobozt. Itt van a... Aha. Egy szép ilyen... De benne van a doboz, jól van. Többször is megvédik. Ez bambuszból van, már ilyeneket csinálnak műanyag helyett. Csak borzasztó drága. Ami ne legyen, ami normális, meg egészséges, hogy legyen drága. Beletettem papírfecniket. És ha felmerülnek kérdések,
azt én nagyon nagy örömmel fogadtam, nem kell megnevezni senkinek magát, csak tegye bele ide a kérdéseit, és akkor én este elviszem magammal, és holnap dolgozunk ezekkel a kérdésekkel. Az egyetlen, amit szeretnék egymás tiszteletéből fakadóan kérni, hogy igazi kérdéseket kérek. Tehát a kérdés ott kezdődik, hogy abban benne van már a te munkád, ahogy megformáltad ezt a kérdést. Tehát egy olyan kérdés, hogy kedves Zsuzsa, mi a véleményed, az nem kérdés. Abban nincs semmi. Ugye értitek a különbséget? Ez már lecke abból, hogy a sémákba való gondolkodást abba kell hagyni. Ha bennem valóban él egy kérdés, az azért él bennem, mert eljutottam arra a pontra, hogy megfogalmazzam. És ahogy megfogalmazom, ha hiszitek, ha nem, már ott van benne a nekem juttatható válasz is. Ez is igaz. Ez éppen úgy igaz, mint amikor megfigyelek valamit. Amit megfigyelek, az annak a lénynek fog válaszolni, aki bennem kivívta magának a megfigyelés erejét. És ez a mai világban járványszerű, hogy nézek, de semmit nem látok, hanem megmaradok a felszínen, és ezért a világ nem tud válaszolni nekem. És ezért hiszem el, hogy kényemre, kedvemre azt tehetem a világgal, amit most éppen teszünk vele. Vagyis pusztítom a világot is, meg magamat is. És közben hüde jól érzem magam. Tehát ez az, amiből ébredőben vagyunk. Különben nem lennénk itt. Jó. Van valakinek valami kérdése, vagy hozzátenni valója ehhez? És akkor egy olyan 10 percre most szívethetünk, de hoztam csak jól. Mert valahogy...